Ünnepelünk, mulatunk, szórakozunk. Persze, jók a programok, minden jó. Csak sok köcsög van. Nem nagyon jó a biztonság. A biztonsági szervezet kevés nagyon. Rossz emberek vannak. A rosszakat el kell ítélni, akik bűnösek, szenvedjenek. Az a szeretet ünnep, ez a majális. Az a szeretet ünnep, ez a majális. Mindenkit szeretsünk, békében éljünk, és nem szabad rossz indulatúnak lenni, mert elég sok a rossz indulatú ember sajnos, és nagyon sok a veszedelem, ami már oda kéne figyelni sok embernek. Hát most nem itt jelenleg, ami a infláció folyik itt ebben a rendszerben. Most itt szeretni kell ünnepkor, szeretni kell az embereket, a népeket egymást, mindenki egyért, egy mindenkiért. Gino, az Zolá család. Május 1-e. Talán sokan nem tudják, de az 1800-as évek elején valami gyáriparos fószer, most a neve nem ugrik be, valamilyen Owen, valami, Robert Owen talán, mindegy. Ő kezdett el úgymond harcolni a munkások jogaiért, mert hogy kurva sokat kellett nekik melózni, ilyen 10-16 órát naponta. És hát ő cirkuszolt egy kicsit, hogy hát ez kéne, hogy kicsit kevesebb legyen. Nagyjából az 1800-as évek közepén kb. Nem történt semmi. Hiába parádézott ez a jó ember. És hát csak annyi történt, hogy a nőknek és a gyerekeknek a munkadélyét csökkentették. Valamikor a 1800-as évek végén Ausztráliában kőművesek meg építőipari munkások szakszervezetbe tömörültek, és nagy nehezen sikerült kiharcolni, hogy akkor legyen 8 óra munka. Ugye talán ez mindenki számára ismerős, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Ez nem a Beatrice és nem a Nagyferó találta ki, hanem ez körülbelül akkoriban született ez a jelmondat. És mivel ugye Németországban vagyunk, akkor térjünk át a német vonatkozására május 1-ének. Gondolom ezt sem sokan tudjátok, talán a németek se nagyon, vagy legalábbis rohadtul hallgatnak róla. A 30-as évek elején, ugye az első világháború környékén, hát bizony Hitler papa, amikor ő kancellár volt, akkor bevonultak valami stadionba vagy csarnokba, mindegy, és ő ott mondott egy beszédet. Ebből idéznék is. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen. Der Mai ist gekommen. So hieß es im deutschen Liede. Egyetlen néppel sem bánt a sors oly mostohán, mint velünk, mondotta a kancellár. Térben korlátozva, nagy népsűrűséggel, körülöttünk pedig az irigyek és az ellenségek tömege. Így tehát a létért folytatott harc Németországban még nehezebb, mint másutt. A német gazdasági politika elve, segíts magadon. Én is ismerem ezt a jelszót, hogy soha többé háborút, hiszen ez az én saját jelszavam. Micsoda irónia van benne, ugye, hogy soha többé háborút, aztán ugye tudjuk. A jelszónak nem csak így kell hangzania, hogy soha többé háborút, hanem így kell hangzania, soha többé polgárháborút, soha többé osztályharcot. A mai május 1-e rendkívüli ünnep, mert 6,5 millió német lépett be a német nép sors közönségébe, és ez a tény új feladatokat ró ránk. Bármilyen nehezek lesznek is azonban a problémák, egyetlen pillanatig sem kételkedem abban, hogy rövid, néhány éven belül sikerül mindezeket a kérdéseket megoldanunk. Hát nem sikerült. Ez az egyik. Na most Adolf bácsinak köszönhető, hogy a május 1-e fizetett munkaszüneti nap lett Németországban. Ahogy körbenézek, azt látom, hogy ez nem igazán tudják itt az emberek. Valószínűleg nem is érdekli őket, mert egyébként arról a korszakról mélyen hallgatnak. Valamiért nagyon ciki a háborúról beszélni, mindenről, ami a nagyvezérhez köthető. Miért is készült ez a videó? Elindultunk május 1-ét ünnepelni. Én gyerekkorom óta imádom.
mindig kiártunk a vósliba. Mindig mentem dodgemen, vagy körhintán, vagy valamint. Vattacukor, hotdog, minden, ami kell. Na hát így volt ez a mai napig. Ugyanis egy közeli nagyvárosban, hát inkább közepes városban, olyan 130 ezeres lakosú, eddig minden éven volt a Festplatzon valami vúsli. Hát idén nem. Négy különböző helyszínen tartanak ott a városban egyébként valamilyen ünnepséget, de csak sörsátorra van, meg ilyen nagyon szolidban nyomják, ilyen kóbász, virsli, sör, slusz. Na hát ez engem ugye annyira nem hat meg. Viszont lángosos sincs. Úgyhogy javaslom mindenkinek, ha szeretnétek május elsőjén bulizni, előre nézzétek meg, hogy hol lesznek ilyen rendezvények. Ne bízzatok abba, hogyha tavaly is volt ott valahol, akkor majd megint lesz, mert nem biztos. Úgyhogy ezen felbuzdulva eljöttünk a kedvenc fagyizónkba, nyalunk egy fagyit. Nagyon finom, gyertek el ti is, ott van a sarkom. Nem drága egyébként, valami 6 eurót fizettünk, 6 gombóc fagyért. Teljesen normális. Úgyhogy éljen május elsője. Azért a biztonság kedvéért nem mentünk el nagyon messzire, mert itt a mi városunkban is van egy ilyen húsli, de hogy amiért mindenképpen el akartunk menni, az a lángos. Ez igazi fasz a magyar lángos, legalábbis győriek vagy pécsiek, nem tudom pontosan. Magyar recept alapján, nyilván német hozzávalók volt, tehát ilyen félig meddig magyar lángos, meg van itt a húsliban még egy, aki azt állítja magára, hogy magyar lángost árul, de igazából román, és mi csak magyarul sem beszél, amivel nem lenne baj, csak akkor írja ki azt, hogy román lángos van. Na mindegy, ez igazi fasz a magyar lángos. Úgyhogy ha mentek ilyen húsliba május 1-én, akkor lángos mindenképpen keresetek, mert ha egy dolog hiányzik otthonról, ez az,